Nézzünk jobbra, nézzünk balra, és azt tapasztaljuk, hogy a szekrényből egymás után potyognak ki a politikusi csontvázak. Egymás után derül ki több politikusról, hogy valamilyen úton, módon szerzett diplomát, vagy nem szerzett diplomát, segítettek a jogi vizsga letételében, vagy úgy állította be magát, hogy szerzett fokozatot, nem végezte el az angol nyelvvizsgát, vagy pedig Ctrl-C, Ctrl-V módszerrel készítette el a doktori disszertációját. Legutóbb éppen Bangóné Borbé Ildikóról derült ki, hogy az országgyűlés hivatalos honlapján olvasható önéletrajzával ellentétben mégsem szerzett közgazdász diplomát. Leginkább az lepett meg engem, hogy az országgyűlés hivatala kiadott egy olyan nyilatkozatot, amelyet szó szerint idézek: nincs kompetenciánk arra, hogy ellenőrizzük egy országgyűlési képviselő önéletrajzának tartalmát, és az ott leírtakért kizárólag az illető felel. Én feltettem magamban a kérdést, hogy hogy lehetséges ez, hogy mindannyian jártunk már állásinterjút, adtunk be pályázatot különböző munkahelyre, hogy az első dolog az, amikor az ember benyújtja a szakmai önéletrajzát, illetve a motivációs levelét, hogy csatolni kell minden korábbi végzettséget, nyelvvizsgát, vagy egyéb tanfolyamon elvégzett oklevelének a másolatát. Amikor fölveszik a munkahelyre, ott az első nap azzal kezdődik, hogy bemutatjuk az eredeti példányokat. Ezért is lepett meg engem nagyon az országgyűlés hivatalának ez a nyilatkozata, amely szerint ők ezt nem tudják megtenni. Nem tudják megnézni azt, hogy kinek van diplomája, mi szerepel a diplomában, elvégezte valóban azt az egyetemet, megszerezte azt a doktori fokozatot, amelyet magáról állít. Tehát magyarán úgy néz ki, hogy Magyarország legfontosabb munkahelyére valaki besétál, hasára jut, bemond valamit, hogy én ilyen doktor vagyok, én ilyen végzettséggel rendelkezek, ezt mindenki elhiszi, és utána ez kerül föl a hivatalos oldalra. A Mi Hazánk mozgalom Magyarországon az egyetlen olyan párt, ahol mindenkinek valós végzettsége van, mindenkinek van valamilyen szakképesítése, valamilyen munkahelye, valamilyen vállalkozása, valamilyen élettapasztalata, amelyet 2022. április 3-a után a magyar parlamentbe be fog vinni, és ott az emberek javára fogja majd tovább kamatoztatni. A Mi Hazánk mozgalom kezdeményezni fogja április 3-a után, hogy a kellő politikai támogatottságot kap és felhatalmazást a választópolgároktól, hogy 1990-ig visszamenőleg megvizsgálja az összes országgyűlési képviselő, miniszter, államtitkár és államtitkár helyettes végzettségét, és ahol kiderül, hogy ezek nem megfelelőek voltak, vagy hamisak voltak, ezeket nyilvánosságra hozza, és ennek megfelelően különböző eljárásokat kezdeményezzen ezen emberek ellen.